376. nap. Ma a legnagyobb hírek keletről érkeznek. Itt az orosz erők a legjobb Wagner egységeket vetették be, hogy két oldalról elvágják az ukránokat. Az ukránok azonban rendkívüli intézkedéseket tettek a szárnyakon. Mivel a védők elkezdték elhagyni a városon belüli állásaikat, az oroszok megpróbálták gyorsan betölteni az űrt és kihasználni a lendületet, csak hogy ezáltal pont nagy veszteségekkel járó városi harcokba keveredtek. Legutóbb azt mondtam, hogy az ukránoknak sikerült megállítaniuk az orosz előrenyomulást, miután jelentősen megerősítették a szárnyakat. Azt is elmondtam, hogy az ukránok végre megkezdték a visszavonulást Bakhmutból, és már elhagyták a folyó keleti partját és a város déli részét. Jelenleg a leghevesebb harcok a város peremén zajlanak. Orosz források arról számoltak be, hogy az ukránok a fáradt erőiket friss csapatokkal váltották fel Csaszivjárból és Szlovjánszkból a korlátozott ellentámadási műveletek lefolytatására, és egyelőre úgy tűnik, hogy sikerrel. Ha korábban az oroszok a további előrenyomulással kapcsolatos hatalmas nehézségekről számoltak be, akkor ma egyes orosz források arról kezdtek beszámolni, hogy a támadások azonos intenzitása nem fenntartható, és hogy az oroszok el is hagytak néhány állást. A jelenlegi időjárási viszonyok mellett nagyon valószínűtlen, hogy az ukránok hatalmas területeket próbálnak visszafoglalni. Úgy tűnik, hogy az ukránok csak javították a tűzuralmukat a mezők felett, és bizonyos orosz állásokat egyszerűen tarthatatlanná tettek. A megnövekedett tűz hatására az orosz erők megbízhatóbb állásokba húzottak vissza. És ez az a pont, ahol az oroszoknál komoly problémák jelentkeztek. A visszalépéssel megnőtt az erői koncentrációja, ami azt jelenti, hogy sokkal sebezhetőbbé váltak a tűzérségi és légicsapásokkal szemben. Valójában több orosz forrás is megerősítette ma, hogy az ukránok a tüzérségi tüzet a szárnyakra koncentrálták, és legalább hat harci helikoptert is bevetettek, hogy az orosz erősségeket bombázzák. Ha figyelembe veszük azt a tényt, hogy a Wagner erők a legjobb csapataikat vetették be, hogy befejezzék azt, amiről azt hitték, hogy az utolsó lépés lesz Bachmut bekerítéséhez, akkor láthatjuk, hogy a Wagner erők valószínűleg nagy veszteségeket szenvednek legképzettebb csapataikból. Ezért mondta ma a Wagner csoport vezetője Prigozsin, hogy az ukránok olyan feltételeket teremtenek, amelyekkel blokkolni tudják a Wagner erőket. Elmondta, hogy ennek elkerülése érdekében a Wagner-erőknek több lőszerre és mindenek előtt biztonságos szárnyakra van szükségük. Prigosin pánikja jogos, mert március második felétől kezdve az időjárás várhatóan nagyon gyorsan javulni fog, és tekintettel arra, hogy a Wagner csapatok a frontvonal kiszélesítésével túlfeszítették erőiket, az oldalvonalaikban bőven akadnak gyenge pontok. Ezért mondta, hogy ha az orosz védelmi minisztérium nem gondoskodik arról, hogy közösen kezeljék ezt a problémát, akkor a Wagner csapatok úgymond rá fognak cseszni. De úgy tűnik, hogy az oroszok legyőzése a szárnyakon csak egy része az ukrán tervnek. Mint emlékezhettek, a terv második része az ukránok számára előnyösebb játékszabályok, azaz a városi harcok kikényszerítése volt. A kivonulási folyosó kiszélesítése, maga a korlátozott kivonulás és a folyamatos városi harcok nem egymást kizáró célok. Az ukránok a városon belül harcolnak, miközben fokozatosan visszavonulnak. Ahogy hátrálnak, úgy rövidítik a frontvonalat, és egy rövidebb frontvonalat kevesebb csapattal is meg lehet védeni, ezért újabb korlátozott visszavonulást hajtanak végre a védett folyosón keresztül. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ukrán titkára nemrég azt mondta, hogy a Bakmuton belüli megerősített állásai kihasználásával az ukránok minden egyes saját veszteségért hét veszteséget okoznak az oroszoknak. Ezért van az, hogy amint a sokan közületek kellőképpen megjegyezték, a Bakhmutért folytatott csata kevésbé a város védelméről, mint inkább az oroszok kivéreztetéséről szól. Röviden összefoglalva, az ukránok sikeresen érvényesítik a saját játékszabályaikat. Megerősítették a szárnyakat, és kihasználják a rossz időjárást, hogy megakadályozzák a város bekerítését. Arra ösztönzik az oroszokat, hogy több erőforrást fordítsanak a városi harcokra azáltal, hogy lassan visszavonulnak és létrehoznak egy űrt, amelyet az oroszok megpróbálnak betölteni. Ez több városi harchoz, illetve a szárnyakon a tüzérségi és légi csapásoktól szenvedő orosz erők nagyobb koncentrációjához és a legképzettebb orosz támadóegységek gyorsabb kimerüléséhez vezet. Amennyiben hasznosnak találod a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkal, like iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva és oszd meg a jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi jelentésben.